Magyarországon áprilistól augusztusig tart a fióka szezon. Ilyenkor rengeteg, látszólag megmentésre szoruló madárral találkozhatunk az erdőkben, tópartokon, de a városokban is. Pedig a legtöbbjük nem elárvult, hanem a felnőtté válásuk és önvédelmük kifejlesztésének legfontosabb szakaszában vannak. Ezért hagyták el a fészküket. Ebben az esetben az a legjobb, és egy dolgot kell alapvetően, vagy lehet megtennünk, hogyha veszélyes helyen van, ahol rátaposhatnak az emberek, elütheti a madarakat a jármű, óvatosan fogjuk meg a tenyerünkbe, és vigyük el a legközelebbi bokor alá, magas aljnövényzetfoltba, talajtakaró növényzet tövébe, és tegyük le. Nyugodtan megfoghatjuk, mert a madaraink nem szagolnak, tehát ez nem jelent problémát a szülők számára, és utána menjünk tovább a dolgunkra, mert a szülők ott vannak a környéken, etetik a fiókákat, ez ugyanis egy védekező viselkedés nagyon sok madárfajnak, főleg az énekes madaraknak, de akár például a baglyoknak is, hogy mielőtt a fiókák teljes röpképességet elérnék, már szétmásznak, szétugrálnak a fészekből a környéken, és így csökkentik a ragadozók jelentette veszélyt, és hanggal a szülőkkel folyamatosan kommunikálva hívják magukat, és így etetik a szüleik őket, és szépen gondozzák egészen a röpképesség elérését. Ha mi teljesen feleslegesen mégis hazavisszük a fiókát, hogy megmentsük, csak kárt okozunk neki, mert elszakítjuk az őt etető és nevelő szüleitől, és szinte biztosan nullára csökkentjük az elengedését követő túlélési esélyeit. Azok a madárfiókák, amiket a szülők nevelnek föl, tehát elhagyják a fészket, a szülők gondozzák őket, ezeknek a fiókáknak is a 70-90%-a elpusztul egy éven belül. Na most azt lehet tudni, például műholdjeadós madarak megfigyeléseiből, hogy az ember által felnevelt madárfiókáknál ez a pusztulási arány nem 70-90%-os, hanem 100%-os az ivarérés elérés előtt. Mert hogyha én felnevelem a fiókát, akkor én nem tudom megtanítani neki a fajra jellemző viselkedést. Tehát ezért lenne a legfontosabb, hogy a lehető legtovább, lehető leginkább odahassunk, hogy a szülőpár nevelhesse fel a fiókát. Tehát, hogyha például leszakad a fészek egy viharban, az a legjobb köztes megoldás, hogy segítünk, de nem mi neveljük a fiókát, hanem például egy vesszőkosárba beteszünk akár egy kis papírdobozt, kibélelve ilyen konyhai papírtörlő csíkokkal, tehát csinálunk neki egy kvázi kis fészkecskét, abba betesszük a madárfiókát, vagy akár az összes kórúját leszakadt fészekből kiesett madárfiókát, és a megtalálás helyéhez legközelebbi fal vagy bokor ágai közé magasra két méter fölé kiakasztjuk lehetőleg az állatokba ezt a kosarat. És akkor így a szülők a hang alapján megtalálhatják a fiókákat és tovább nevelhetik. A szakemberek azt hangoztatják, nem akkor vagyunk felelős madárvédők, ha a természeti törvények ellen dolgozva bármi áron meg akarunk menteni minden egyes madarat, fészke aljat és fiókát. Erre csak a végveszélyben lévő fajok esetében van szükség, de a legfőbb cél ott is a megfelelő élőhelyi viszonyok helyreállítása. A ragadozók, betegségek és tapasztalatlanság okozta elhullás a természeti folyamatok szerves része. Ezen hatások ellensúlyozása érdekében költ a legtöbb kis és közepes testméretű énekes madár évente kétszer, akár 20-nál is több fiókát felnevelve. A stabil állomány fennmaradásához nincs szükség minden fióka túlélésére. Sőt, ez kimondottan kedvezőtlen lenne, mivel olyan állományrobbanást eredményezne, melynek következtében rövid időn belül elfogyna a táplálék, betegségek terjednének el, és az állomány magától összeomlana.